Akkor csinálunk egy kis kemencés kenyérsütés videót is. Most már több fajtáját próbáltuk. Egyszer szénné égett. Egyszer valahogyan nem akart megkelni. Egyszer majd rájövünk a magyonkán. Akkor a parazsit azt, hogy mindig behagytuk. Elég kicsi a kemence, hogy egy kis plusz hőt adjon végig. Akkor csináltam ezt a vasat. Mi van ez a plusz betevő vas? Ez pedig így meggátolja, hogy a hő közvetlen érje oldalról a kenyeret. Na úgyhogy ezt most akkor jó benyomom. Na. Csak ide rá szoktuk dobni. És el van találva a hőfok, akkor igen jó lesz. Van rá most egy ilyen verzió lesz kacsasütőbe. És megpiccelem. Ki van adva. Most a YouTube-on van ilyen videó, hogy 45 percig ebbe sül. És utána 10 percig még így le van véve. Na addig majd megnézem itt videókba, hogy hogyan merre. De meg elő kellene melegíteni ugye. De hát ez olyan vékony egy anyag, hogy ezt fölösleges előmelegíteni, mert amíg kiveszem, meg berakom, meg is hű. Na most megy be a vas. Szóval megnézzük, hány fokig megy fel. Pontos idő. 10 óra, 13 perc. Jó reggelt! Húha. Na, most indítunk. Na, 20 perc után fölmentünk. Hát most már 10 perccel is fölmentünk. 220 fokra, 225, nem tudom. Majd lassan be kell nézni, hogy mi van. Vagy nem. Mert a kéménynél le van zárva. Hát még hagyom azért. Na, benézünk. Mennyi idő van? 10 óra. 10 óra, 39 perc. Ez tökéletes lesz. Ki is veszem. Egyszerűbb. Bekukkulunk, mi van itt? Jóra forró. Aztá. Hoppá. Hát ez már jó, meg van sűvő. Most le is veszem a tetejét. Na, akkor még egy picit hagyjuk. A felét jobban megsült, úgy nézem. Sokat már nem hagyjuk szerintem. Jó, hogy megnéztük. 10 óra, 48 perc. Na, hát most van benne akkor 30, mennyi? 5 perce. Na most már ki kell vegyem benne, hogy elégjem. Na szóval akkor 35 perc után kivettem a kenyeret. Hát ezt is megmutatom, tehát itt két helyen úgy lekapott, vagy leégett, hogy mit csinál.
megpricceltem előbb. Van egy priccelő. És most hagyjuk egy olyan 20 percet, hogy bepuhul. Na ja, hát itt lett egy kis színe. Ja, itt az alja. Másfél óra után fölvágtam, hát ilyen lett belül. Még meleg azért.